Növekvő igények. Átmenetileg szükség lesz több vendégmunkásra, de elsődleges cél a magyarok foglalkoztatása, mondta a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Évadzáró. A nehézségek ellenére is sikeres évadot zárt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház. Felújított utak Tiszaeszláron két szakaszt is korszerűsítettek, ez az első top 20-ból megvalósított beruházás a vármegyében. Több tízezer új munkahely jön létre a következő években a Nyíregyháza Debrecen-Miskolc gazdasági övezetben, ezért átmenetileg szükség lesz vendégmunkásokra. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ezt Szomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár mondta el televíziónknak, ettől függetlenül az elsődleges cél a magyarok foglalkoztatása, tette hozzá a politikus. A megnövekedett igényekhez alkalmazkodnak a régió egyetemeinek képzései is. Tavaly nyáron jelentették be, hogy egy dél-koreai vállalat a W Scope Nyíregyházán építi fel első gyárát Európában. Bő fél évvel később a német Boisen cégcsoport is a Vármegye székhely ipari parkját választotta új üzemének felépítésére. Számos hasonló jelentőségű beruházás indult meg az utóbbi években a Debrecen-Miskolc-Nyíregyháza gazdasági övezetben. A befektetéseknek köszönhetően a következő években több tízezer új munkahely jön létre a régióban, ezeket azonban szinte lehetetlen csak magyar munkavállalókkal betölteni. Jelenleg körülbelül 80 ezer külföldi vendégmunkás dolgozik Magyarországon, közülük 57 ezeret tesznek ki a szerbek és az ukránok, akik könnyített eljárás keretében dolgozhatnak az országban. Szomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár megkeresésünkre elmondta, a következő években növekedni fog a vendégmunkások száma, de a prioritás minden esetben a magyarok foglalkoztatása lesz. 2030-ig például Debrecen környékén, ha azok a beruházások, amelyek most fejlesztések megvalósulnak, ami be van tárazva, nagyjából 30 ezer új munkahelyre lesz szükség. Ez egy óriási szám. Ugye, ha matematikailag nézzük, akkor jelen pillanatban Magyarországon, akikre munkaerőtartalékként tekinthetünk, az durván 300 ezer ember. Ők a munkanélküliek, az inaktívak, az alulképzettek. Hát reálisan látva azért azt mondom, hogy ekkora létszámot biztosan nem fogunk tudni rövid távon a munkaerőpiac rendelkezésére bocsátani, mert sokan vannak olyan élethelyzetben, akik nem képesek szociális gondok miatt, egészségügyi gondok, családi problémák miatt munkát vállalni. Úgyhogy mindenképpen szükség lesz, azt gondolom, hogy a harmadik országbeliek foglalkoztatására is. Nem tudok és nem is akarok nagyságrendet mondani, hiszen ugye a főszabály az, hogy mindig annyit akkor és oda és onnan, ahol a magyar munkaerőpiacot segíti. Tehát elsődlegesen a magyarokkal próbáljuk feltölteni, és hogyha nem, akkor átmenetileg ugye vendégmunkások alkalmazását is igénybe fogjuk majd venni. Vendégmunkások jelenleg 15 országból érkezhetnek Magyarországra munkaerő közvetítők által speciális engedélyezési eljárás nélkül. Ők 2+1 évig tölthetnek be olyan pozíciókat az itthon működő vállalatoknál, amelyekre nem találni magyar szakembert. Szomba Sándor elmondta, a technológiai fejlődésnek köszönhetően nem csak betanított vendégmunkásokra, hanem magasan képzett külföldi informatikai szakemberekre is szükség van. Ezt a folyamatot is segítve született nemrég együttműködési megállapodás a Nyíregyházi Egyetem és egy kínai főiskola között. Azok a technológiák, amelyek Magyarországra érkeznek, azoknak is egy jelentős része ugye folyamatos fejlődésen, változáson megy keresztül, tehát a tényleges munkavégzés mellett, tehát ugye úgy szoktuk mondani, hogy a kék gallérosok mellett a fehér gallérosokra is óriási szükség lesz. Magyarul ugye a kutatás-fejlesztési részt is szeretnénk, hogy ezek a cégek idehoznák, mert Isten igazából akkor tudnak gyökeret ereszteni egy-egy országban, hogyha nem csak a manuális tevékenység, hanem a hozzá tartozó know-how is párosul, és ez a tervünk minden egyes beruházást illetően, hogy tartósan gondolkodjanak Magyarországban, ahhoz pedig az kell, hogy a kiművelt emberfőket is itt találják meg. Örülök neki, hogy a Nyíregyházi Egyetem is itt a nulladik körben már partnerként jelentkezik. Az államtitkár hozzátette, a nyíregyházi, a debreceni és a miskolci egyetemnek kulcsfontosságú szerepük lesz abban, hogy képzéseik összhangban legyenek az új befektetők munkalehetőségeivel.
A nehézségek ellenére is sikeres évadot zárt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház. 74 ezer néző, 15 ezer eladott bérlet, 322 előadás. Ezek a 2022-23-as idény legfontosabb számai. Hangzott el a pénteki évad záró társulati ülésen. A rendezvényen számos díjat adtak át, és ismertették az új évad műsortervét is. A 2022-23-as évadban számos nehézséggel kellett szembenéznie a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színháznak. A Covid-dal nehezített két évad után az idén az áram és a távhűdíjak emelése miatt kellett átszervezni a bemutatókat. A rendezvényen megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Bárány Frigyesről is. Emlékére a Művész Stúdió a Bárány Frigyes Stúdió nevet viseli majd. Kírják Róbert, a teátrum igazgatója elmondta, a legnagyobb közönség sikert a Spamelot, a Ma este megbukunk és a Teljesen idegenek című előadások aratták. A sikerek ellenére nem az az évad volt, amit korábban megálmodtak. Móricz Zsigmond Színház a 2022-23-as évadban azzal a nehézséggel küzdött, hogy két hónapig zárva kellett tartani a történelmi épületet. Ennek köszönhetően nem tudtunk olyan nézőszámot, illetve olyan előadásszámot produkálni, ahogy azt az évad elején elterveztük. Ennek ellenére az előző évadhoz képest minimális a visszaesés a nézők számában. Viszont a nyár folyamán, amikor még nem tudtuk, hogy be fog zárni a színház, és amikor értékesítettük a bérleteket, akkor egy 24%-os emelkedéssel tudtunk számolni. Magyarul a kezdete az évadnak nagyon jól indult, utána viszont a bérletszünetes előadásokból adódóan nem tudtunk annyi előadást játszani, mint ahogy azt elterveztük. Horváth Illés, a színház művészeti vezetője elmondta, bravúros, hogy a nehezített körülmények ellenére megvalósulhatott az évad. A közönség a premierek sorában két olyan nagy zenés produkciót is láthatott, amit a Broadway után Nyíregyházán mutattak be először. Kovács Ferenc, a város polgármestere köszöntőjében elmondta, az intézmények közül a színház volt az, amely a legrövidebb ideig tartott zárva, és kiemelte, hogy a nehézségek felértékelték az előadásokat. Nyíregyháza város nívódíját I. és Ákos vehette át, aki a közönség szavazatai alapján a Kelet színésze díjat is megkapta. Engem tényleg meghat, hogy a nézők ebben az évben rám szavaztak, vagy azt gondolják, hogy én vagyok az az ember, aki megérdemli tőlük ezt a voksot. Az évad záron számos díjat átadtak. A társulat szavazatai alapján a Móricz díjat Tard Dániel kapta, aki mindössze egy éve játszik Nyíregyházán. Hatalmas megtiszteltetés. Alapvetően az, hogy bizonyosságot nyert, hogy a befektetett munka, ami ebben az évadban nagyon számottevő volt, és az alázat és a teherbírásnak egy olyan szintje, amit már sokszor határon mozgott. Én ezt most azt gondolom, hogy meg tudtam lépni ebben az évadban. Csodálatos és a legkülönfélébb előadásokon keresztül tudtam közölni. Én ezt nagyon köszönöm a színháznak is, hogy ezt a lehetőséget biztosították, hogy mind a gyerekeknek, illetve középiskolásoknak és felnőtteknek egyaránt tudtam olyat mutatni. Illetve köszönöm nagyon a kollégáimnak, akik úgy látták, hogy én erre a díjra méltó vagyok. Szeptembertől a nagy klasszikusok évadával várják majd a nagy érdeműt. A bérletek megújítása és az új bérletek vásárlása már el is kezdődött. A kormány egyik legfontosabb célkitűzése, hogy még élhetőbbé tegye a kistelepüléseket, erről Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője beszélt Tiszaeszláron, ahol két felújított útszakaszt adtak át. A vármegyében ez az első TOP pluszból megvalósult beruházás. Az átadó ünnepségen elhangzott, bár az Európai Unió részben visszatartja a Magyarországnak járó támogatásokat, a közeljövőben is számos pályázat nyílik a települések számára. Tiszaeszlár központi kereszteződéséből ágazik el az Arany János és a Rákóczi Ferenc utca. Előbbi csak nem 350, utóbbi több mint 600 méteren kapott új burkolatot. A település önkormányzata tavaly adott be pályázatot a felújításra, amely már régóta váratott magára,
mondta el Vajda László, a település polgármestere. Nagyon rossz minőségű volt, és a településünk úgy döntött, hogy ha lehet, ez mindenféleképpen elsőbséget fog élvezni. Keskeny is volt, tehát nem, két autó nem fért el egymás mellett. Ezt a problémát megszüntettük, patkáztuk, és ahogy beszámolomban is mondtam, úgyhogy még a járdákat mindent hozzá fogunk emelni, igazítani. A két útszakasz felújítása Európai Uniós forrásból valósult meg. Az átadás ráadásul némiképp történelmi jelentőséggel is bír. Ez az első TOP pluszból megvalósult beruházás a vármegyében. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke azt mondta, a jövőben komoly szerepet kaphatnak ebben a konstrukcióban a településen belüli korszerűsítések. A TOP-ban nem volt belterületi útra fejlesztés, 4-5 számjegyű utakra volt, sok lehetőség volt ebben, sok önkormányzat élte ezzel a lehetőséggel, viszont ez a bizonyíték rá, hogy a TOP pluszban immár belterületi útra is lehet fejleszteni, és arra is bizonyíték, hogy a TOP pluszban már működnek a források, ha bár az Európai Unió egy részét, a forrásoknak egy részét visszatartja, de elindult a TOP plusznak is a végrehajtása. Ez mindenféleképpen örvendetes, hiszen Tiszaeszláron nagyon sok fejlesztési hiányosságunk volt, hátrányunk volt az elmúlt önkormányzati ciklusban, de az új polgármester, a képviselőtestület nagyon beleállt a fejlesztésekbe. Erre jó példa a nemrégiben épített új községháza, egy korszerű konyha kialakítása, de a Bashalom felé vezető külterületi útszakasz újraaszfaltozása is tavalyi beruházása a településnek. Minai Győző, a térség országgyűlési képviselője is Tiszaeszlár elmúlt évekbeli fejlődését emelte ki. A belterületi utak elhanyagolt állapotban voltak, úgyhogy több forrásból, BMS pályázatból, tehát belügyminisztériumi hazai forrásból, Magyar Falu programból, és most egy uniós forrásból sikerült két belterületi útszakaszt megújítani, újra aszfaltozni. Ez nagyon fontos, azt gondolom, hogy a település megtartó erejét is erősíti. Emellett óvoda, iskola, polgármesteri hivatal felújítása volt, egy konyhát adtunk át, tehát sok minden történt az elmúlt 4 évben, ez is mutatja, hogyha van egy ambiciózus polgármester és egy jó csapat mögötte összefogva a képviselővel, akkor egy jó pályára tud állni a település. A beruházást Kocsis Máté jelenlétében adták át. A Fidesz frakció vezetője elmondta, komoly törekvése a kormánynak, hogy pótolja az elmúlt 30 évben elmaradt fejlesztéseket vidéken, visszafordítva ezzel a kis települések előregedését és elnéptelenedését. Meg kell találni azt a módot, ami visszavezeti az embereket a településekre, a kis településekre, a falvak világába, és meg kell találni azokat a módszereket, amik vonzóvá teszik a fiatalok számára is, hogy ezek igenis élhető, sőt sok esetben minőségi életre igazán teret adó települések, ezért ezeket fejleszteni kell, hogy itt lehessen gyermeket vállalni, gyermeket nevelni, boldogulni, munkahelyet találni, és hát igen, ennek része az infrastruktúra is, tehát igaz, hogy ma ez egy útátadó, de tulajdonképpen annak a legjobb szimbóluma, hogy a magyar kormány nem, hogy nem mondott le a magyar kis településekről, a falvakról, hanem igenis még a legnehezebb háborús időkben, brüsszeli szankciók kellős közepén is még arra törekszünk, hogy jusson forrás ezekre a beruházásokra. Az átadó ünnepségen elhangzott Tiszaeszláron kedvező hatásai voltak az elmúlt évek fejlesztéseinek. Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megteremtése mellett a lakásvásárlások és a gyermekvállalások száma is növekedésnek indult a településen. A Rútpol éves ellenőrzési terve alapján Magyarország, így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén június 14 és 20-a között alkohol és drog elnevezéssel fokozott közúti ellenőrzést tartanak. Ahogy az elnevezés is utal rá, az egy hét során a rendőrségi akció elsősorban az ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetők kiszűrésére irányul. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózatának akciósorozatához ismételten csatlakozott Magyarország is. Ez egy uniós szintű közlekedési akciósorozat, amelynek a célja itt az alkohol, illetve a drog hatás alatti vezetők kiszűrése a forgalomból. Ennek az akciónak ez most a célja, ezt hajtjuk végre a héten minden helyi szerv szinten, külön csoportot hozott létre, és így megosztva végezzük a feladat végrehajtást. Minden gépjárművezetőt, illetve járművezetőt alkoholos ellenőrzés alá vonnak kollégáim, és ezt követően a negatív, akkor természetesen folytatja tovább az útját, ha pedig valamilyen értéket mutat a szonda, annak megfelelően fognak intézkedni, akár közigazgatási bírság kiszabásával, vagy akár büntetőeljárás kezdeményeznek vele szembe, illetve előállítják mintavételre.
Idén is nagy értékű adománnyal támogatta a Vármegyei Kórház gyermekosztályát a helyi vadásztársadalom. A decemberben 4 helyszínen megszervezett jótékonysági vadászaton 3,3 millió forint gyűlt össze. Ebből egy ultrahangdiagnosztikai eszközt, valamint egy gyulladás paraméter mérő kislabor készüléket vásárolt a kórház. Az országos szervezet 2019 óta több mint 15 millió forinttal támogatta az intézményt. Új, korszerű eszközöket kapott a Vármegyei Kórház gyermekosztálya. Az ultrahangdiagnosztikai készülék mellett egy gyors és pontos eredményt adó kislabor készüléket is vásárolhatott az intézmény. A nagyértékű fejlesztést a Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. Adományából finanszírozta a kórház. Ebben az évben majdnem 3,5 millió forint értékű adományt kaptunk, amiből egy ultrahangos vizsgálófejet, amit az újszülött intenzív osztályon fogunk használni kardiológiai vizsgálatokra szereztünk be, illetve egy CRP készüléket. Ez egy kis laboratóriumi készülék, ami gyors 2 percen belüli labordiagnosztikát tesz lehetővé, arra való, hogy a kis betegek, akik érkeznek hozzánk valami fajta lázas megbetegedéssel, akkor nagyon gyorsan lehet abban véleményt formálni, hogy szükség van-e antibiotikum alkalmazására náluk, vagy nincs. Az adomány átadón elhangzott, a Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. 4. alkalommal nyújtott nagyértékű támogatást a Vármegyei Kórház gyermekosztályának. Ez már 2019 óta tart ez az együttműködés, ez a kapcsolat, és szeretném itt mindenkit megköszönni az eddigi támogatást és a mostani támogatást is, és ebben a formában eddig 2019 óta több mint 15 millió forint támogatás érkezett intézményünk gyermekosztályára, amely összegből különböző gépet, műszereket, monitorrendszereket szereztünk be. A gyermekosztály az egyik legjobban felszerelt és legnagyobb osztályunk közé tartozik, ezekkel az adomány által beszerzett eszközökkel tovább tudtuk növelni az osztály felszereltségét. Ezáltal tovább tudtuk javítani az ellátás szakmai színvonalát. Szabó Tündek kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője szerint a vadásztársadalom összefogása, társadalmi szerepvállalása minden szervezetnek példát mutathat. Ez egy példaértékű összefogás, ez is azt mutatja, hogyha összefog egy szervezet, mire képes, bármire képes. Ugye, hogyha az elmúlt 10 évet nézzük, akkor több 100 millió forint érkezett a kórházaknak. Az elmúlt esztendőben több mint 46 millió forinttal tudták segíteni a 20 kórházat. Ebből kerül 3,3 millió forint Nyíregyházára, a Jós András Oktató Kórházba. Az országos szervezet ügyvezetője elmondta, a korábban megyei szintű kezdeményezés 2019 óta országos programsorozat. A vezető kiemelte, Szabolcs-Szatmár-Berekben 4 eseményt szerveztek a helyi társaságok, akik kiemelkedő munkát végeztek a rendezvény sikere érdekében. A szervezet ügyvezetője a Felső-Tisza Vidéki Vadgazdák Szövetségének, valamint a Bockereki Vadásztársaságnak elismerő oklevelet adott át. Az országos jótékonysági vadászat mára Magyarország legszélesebb körreható karitatív programjává vált. 120 ezer beteg gyereken segítettek azok az eszközök, amelyeket az elmúlt 10 év alatt adományoztunk. Ez szám szerint 286 orvosi eszköz, ahogy említettem, mindegyike a hiánypótló kategóriába sorolható. Ezek között megtalálható számos életmentő eszköz is, és 170 millió forint az az összeg, amit a magyar vadásztársadalom ezen a karitatív programon keresztül, tehát a jótékonysági vadászaton keresztül a magyar egészségügy számára adományozott. A Vármegyében idén decemberben 4 helyszínen szerveztek jótékonysági vadászatot. A gyűjtéshez 118 vadász és 18 támogató járult hozzá. Fontos változás, hogy idén már nem csak regisztrációval, hanem telefonon keresztül is támogatható majd a kezdeményezés. Tímár Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus új vezetőedzője, a szakember játékosként szerepelt a Spariban, legutóbb pedig az Eto FC Győr kispadján ült. A Nyíregyháza a jövő hét második felében kezdi el a felkészülést. Jobb gólkülönbségének köszönhetően szerezte meg a bajnoki címet a harmadosztály C csoportjában a Nyíregyházi Sportcentrum U18-as fiú kézilabda csapata. A Burszács Bozsidár Jobbágy René edzőpáros által irányított együttes 18 győzelem mellett kétszer szenvedett vereséget. A Sportcentrum erre a korosztályra alapozva szeretne majd felnőtt csapatot indítani a jövőben.
Bajnok fiatalok kapják meg jól megérdemelt aranyérmüket a Continental Arénában. A Nyíregyházi Sportcentrum U18-as fiú kézilabda csapata 18 győzelemmel és mindössze 2 vereséggel kiélezett küzdelemben jobb gólkülönbségének köszönhetően múlta felül a Diósgyőrt. Az együttes bajnoki címe azért is jelentőségteljes, mert a keret nagy része 2 fronton is helytállt. A legtöbben közülük meghatározó tagjai voltak az U20-as korosztály másodosztályában 4. helyet szerző gárdának is. Az volt a terv, hogy a két csoport tehát kiegészíti egymással, hogy együtt tudunk dolgozni, és hogy azt a bajnokságot megnyerjünk, de nyilván az első cél az volt, hogy a srácok fejlődjenek. Tehát voltak a gyengebb meccsek, ott olyan, aki pici gyengebb szinten volt, az játszott, voltak erősebb meccsek, nyilván akkor ott olyan játékosok játszottak, aki úgymond a legjobb, és akkor próbáltunk a teljesítményre összpontosítani. Nyilván tehát az volt a cél, hogy nyerjük meg a bajnokság, de közben a srácok is fejlődjenek, kapjanak a játék lehetőséget, és a sok tapasztalat szerezenek meg. Jobbágy René már 3 éve dolgozott együtt a bajnoki címet nyert korosztállyal. Az edző úgy látja, látványos fejlődésen mentek keresztül a játékosok, az aranyérem pedig elsősorban az erős csapatszellemnek köszönhető. Tudni kell, hogy ebből a keretből most több gyereket már elvittek, tehát úgy gondolom, hogy a munkánkat megmutatja az is, hogy nagyobb szinten tudnak ezek a gyerekek játszani. Több csapat észrevette, őket sikerült beilleszkedniük más klubokba is, viszont akik itt maradtak, ők is napról napra azért dolgoznak, hogy ilyen sikereket tudjanak megélni, mint például a mai nap. Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Sportcentrum sportigazgatója elmondta, lépcsőzetes építkezés zajlik a kézilabda szakákban. Az egyesületnél azon dolgoznak, hogy erre a korosztályra alapozva hamarosan életre keltsék a felnőtt férfi kézilabdázást is. Erre a gratuláció az egész csapatnak, a szakmai stábnak, a játékosoknak. Azért minden bajnokságon nagyon nehéz megnyerni, hiába egy harmadosztályi bajnokságról beszélünk, U18-as szinten. Egyértelmű célunk volt a feljutás és a lépcsőzetes építkezés, ez most sikerült is. 20-ból 18 mérkőzés megnyerve most került aranyérem a fiúk nyakába. Ebben a korban azért mindig össze kell egyeztetni a tanulást, a sportot. Kiváltképp így is büszke vagyok rájuk, hiszen mindkét részén helytáltak, és valóban ez a csapat lehet az, aki a következő generáció, az ifi generáció, majd később a felnőtt generáció alapjait megadhatja. Az U18-as csapat tagjai most egyéni edzésprogramot kapva pihenőre vonulnak, majd július végén kezdik meg a felkészülést az új idényre, amelyet már a másodosztály keleti csoportjában kezdhetnek meg. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. Átmenetileg szükség lesz több vendégmunkásra, de elsődleges cél a magyarok foglalkoztatása. Erről Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár beszélt televíziónknak. A politikus azt mondta, a befektetéseknek köszönhetően több tízezer új munkahely jön létre a következő években a Nyíregyháza Debrecen-Miskolc gazdasági övezetben. Comba Sándor hangsúlyozta, a régió egyetemeinek fontos szerepe van abban, hogy az új befektetők igényeihez igazítsák a képzéseiket. A hagyományos társulati ülésen búcsúztatta a 2022-23-as évadot a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház. Az elmúlt évadban 74 ezer néző látta a 322 előadást. A rendezvényen számos díjat adtak át és ismertették az új évad műsortervét, valamint kiderült, hogy kik azok az új társulati tagok, akiknek ősztől tapsolhat majd a közönség. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elsőként Tiszaeszláron adtak át TOP Pluszból megvalósult beruházást. A településen 2 belterületi út újult meg több mint 1 kilométer hosszúságban. A beruházást Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetőjének jelenlétében avatták fel. A politikus az eseményen arról beszélt, a kormány számára fontos, hogy növeljék a kis települések vonzerejét és népesség megtartó képességét. Június 16-án pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra!
Szombaton a Tiszántúlon szinte egész nap erősen felhős vagy borult ég ígérkezik, időszakosan eshet az eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 22 fok között alakul. Vasárnap fátyol és gomoly felhőkre számíthatunk, több felhő, illetve erőteljesebb gomoly felhő képződés keleten, északkeleten lehet. A délutáni csúcsérték 26 és 28 fok között várható.